És akkor az egykori pevecesi vasútállomás előtt vagyok. Itt voltak a vágányok, ez volt a vágányok felőli oldal, és itt az épület, látjátok, ez a némileg átalakítva, az eredeti formáját azt megőrizték. Én azért a befalazott ajtók helyét azért lehet látni, de jelenleg panzióként működik. Majd lesz egyébként kép belülről is. És akkor ezt nézzétek, itt van a sütállomás ebből a nézetből. Ilyen valószínűleg két. Itt kiadó apartman is van benne, és egyébként itt van még egy érdekesség, ez a Vilma forrás. Terülte ezzel a szoborra, ami ezt is megmutatom. Tehát itt a vízöntő Vilma szobor. Mindjárt. Nem, és itt ez a forrás az érdekes, mert itt folyamatosan ilyen forrásvíz, vagy hát ez a, nem tudom milyen van, különleges víz folyik. És hát sokan járnak ide, ezért a vízén, ez legalább annyira népszerű, mint Békésen az Átézé víz. Az egykori átmenő vágány helye. Ez szinte biztos, hogy ez volt az. Látszik az a szorba, és itt nem tovább egyébként. És itt volt az egykori alagútja is az itteni vasútnak. Ugye az már nincsen meg, azt befalaszták, de van ott egy emlékmű még tovább arra, azt majd később megnézzük. És itt vagyunk az egykori vágányok helyén. Mindjárt azt is megmutatom, hogy a másik irányból honnan jöttek. És ott a járdanyomvonalába jött egykor a vasútvonal, és itt már a vágányok voltak, ugye itt egy azért elég komoly rendezőpályaudvar volt, nagyon sok vágánnyal. Ugye majd fentről.hu nézek róla a képet, mert hogy még van. És akkor itt van az állomás épület ebből a nézetből. Így bizony még itt is sínszálak vannak, ezt nézzétek, ezek is még itt sínszálak. Kerítésnek a része. Nézzük csak. 1890-es Diósgyőri sínek. És így néz ki a állomás épület hátulról. Úgymond ez az utcafrontja. És ezt nézzétek, itt van a hátulja az épületnek. És akkor ez egy kis gyors körbetekintő videó innen az egykori állomásról.